Érkeznek a jótékonysági sztárfutam indulói hárman a mezőnyben. És már is a pályára lovagolnak. Krajnik Balog Gábor elől piros karszalaggal tündér szépen lovának neve, egy ügető fajtájú ló. Hát már ezzel is ugye jelezzek, hogy itt az ügetőnek lesz ma még jelentősége. Püspök 60 nemzeti vágtán indult színész, a Veresegy Színház, a Komáromi Magyar Lovas Színház tagja. Mögötte kettessel Bács Péter, aki lassan örökös bajnok, Májboly Lakály lovának neve, egy 8 éves sárga herélt, kisbéri félvér a fajtája lónak, Szabadka nemzeti vágtán indult lovával az idei esztendőben, tehát ő is egyértelműen jó formában van, kaszkadőrként is dolgozik, kitűnő színművész, Ügető Szilveszter, többszörös győztese, a Mi kis falunk a Drága Örökösök sorozatok színésze, és Tom Cruise dublőre is volt már. Hármassal Széchenyi Krisztián Parázs lovának neve, Fakó, egy 5 éves herél, kisbéri félvérfajta, Keszi nemzeti vágtán indult lovával, Széchenyi produkció alapítója, művészeti vezetője, táncművész, a történelmi Széchenyi család egyenesági leszármazottja, akinek a birtoka volt a mai Iván település. Hölgyeim és uraim, a jótékonysági sztárfutam a pilisvörösvári Mudimers lovas volt, jó voltából jöhetett létre. Hát köszönjük a pilisvörösvári Mudimers lovas voltnak jótékonysági sztárfutamon. Három igen-igen komoly versenyző, hát Bács Péterrel nem csak a sztárfutamban, hanem magában az egyenes küzdelmekben, a nemzeti vágtán is találkoztunk már a korábbi esztendőkben. Krajnik Balog Gábor, Bács Péter, Széchenyi Krisztián küzdelme tehát a Mudimers jótékonysági sztár futamban. Itt vannak már a célénesnél, a bemutatásnál. Jól megnézik magunknak alaposan, hogy hol is kell majd elsőként áthaladni a célon. Ha beszélhetünk papírformáról, akkor én Bács Péterre gondolok az elmúlt évek tanúság alapján, akinél lub változás volt, ritát fogja lovagolni, nagyon jó képességű kancára nyergelt át. Piros nyereg alá tétben, tehát Krajni Balog Gábor, Bács Péter középen szürkében, és a szép fakolt Széchenyi Krisztián lovagolja. 4,5 kör lesz a verseny, 4,5 kör. Itt is nagyon fontos a korrekt start. Hát azt gondolom, hogy kollégáknál lesz egyértelmű. És tart, elindul a verseny, Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István egyenesági leszármazottja. És valóban nem csak a lovakról beszél, hanem egyelőre nagyon-nagyon jól bekezdett. A belsőben azonban Bács Péter, és már is elröppent az első félkör. 4 kör azonban még hátra, Krajnik Balog Gábor egyelőre a mezőny végén, Széchenyi Krisztián pedig vezet. Bács Péter mögött a második, Krajnik Balog Gábor pedig a harmadik helyen. Ez a jótékonysági sztárfutam itt a nemzeti vágtán, a 16. nemzeti vágtán. Emlékezhetünk legendás futamokra is már az első vágtán, a Hősök terén is. Nagyon-nagyon emlékezetes produkciók voltak. 3 kör van még hátra a futamon, és Széchenyi Krisztián előnye egyelőre megnyitottnak tűnik. Bács Péter lova pedig kezd lassulni, vagy Krajnik Balog Gábor gyorsi. Nézőpont kérdés, a második helyet remek csoda, miközben Széchenyi Krisztián még mindig az élen. Már második helyen Krajnik Balog Gábor, miközben volt egy lóról esésük, Bács Péter csúszott le a nyeregről, menetirányban vannak a lovak, folytatódik a verseny.
Na nézzük akkor a túlsó oldalon mi a helyzet. Ketten folytatják Széchenyi Krisztián és Krajni Balogh Gábor. 2-3-20 köztük, amikor a verseny utolsó szakaszához fogunk érni. Újabb félkörön vagyunk túl, és Széchenyi Krisztián egyre magabiztosabb. Jön az utolsó kör, jön az utolsó kör. Belső éven Krajni Balogh Gábor, de a kanyarokban Széchenyi Krisztián remekül lezár, de itt még lesz egy dobás, úgy érzem. Krajni Balogh Gábor körről körre jön és gyorsít, és akkor fog előrelni, amikor a leginkább kell. Már övé a belső ív, az ideális úr, és egyértelmű, hogy a kanyarban ő jön majd kevesebben. Krajni Balogh Gábor, Széchenyi Krisztián, Krajni Balogh Gábor, rögyedi a verseny! Kedves nézőink, hát ezek a kitűnő színművészek kiváló dramaturggal is dolgoznak, vagy dolgozhattak, mert ez már a három lovas mezőnyben minden volt, minden is volt. Azt bemondtuk a bemutatásnál, hogy kiváló kaszkadőr is Bács Péter, de ezt nem gondoltam, hogy 2-3 perc múlva ez bizonyítja, és hát nagyon szépen kipörögte ezt az esést, ezt a lóról esést. Így aztán már biztos volt, hogy nem lesz címvédés. Széchenyi Krisztián sokáig vezetett, végig vezetett, miközben megérkezett Bács Péter és begyűjti a gratulációkat itt a tribünnél. Krajni Balogh Gábor pedig fantasztikusan fölépítette ezt a versenyt. Nem sietett az elején, hiszen végignézte a futamokat, látta, hogy ez a 4,5 kör, ez nagyon-nagyon sok, ez nagyon-nagyon hosszú, és egyszer volt elő. Az utolsó 50 méteren. Krajni Balogh Gábor, ő a bajnok, a jótékonysági sztárfutamban. Bravo! Hölgyeim és uraim, tisztelettel felkérem Horváth Lászlót, Heves vármegye országgyűlési képviselőjét és Szaniszló Lászlóra, Szilvásvárad község polgármesterét a győztesnek járó papírkoszorú átadására. A bajnok Krajni Balogh Gábor, egy hatalmas tapsot kérünk a sztárfutam győztesére. Jótékonysági sztárfutam győztese a második Széchenyi Krisztián, és harmadik helyen Bács Péter. Nekik is jár a gratuláció Bács Péternek, főleg, hogy tényleg bemutatta, hogy kaszkadőr is, nem csak papíron ír ilyeneket, hogy kaszkadőrködéssel is foglalkozik. Top Cruise, mert most, hogy a lovas produkciója lesz, akkor Bács Peti mehet. Mindent értek. És hát a színészeink pedig értették, és csengő volt számukra a kitüntető vastaps, hiszen nem csak a színházban, hanem itt Szilvásváradon, az arénában, a Nemzeti Vágtán, a 16. Nemzeti Vágtán is díjazza őket a közönség, a publikum. Bravo Gábor! Sok-sok hosszú év kitartó munkája után egy fantasztikusan fölépített versenyt sikerült megnyerni. Krajni Balogh Gábor, Széchenyi Krisztián, Bács Péter hármasa 2023-ban a jótékonysági sztárfutamban. És hogy miért jótékonysági sztárfutam? Hát azért, mivel a győztes a Botján Ekusz Lómenhely Alapítvány javára ajánlotta fel a nyereményét. Ezúttal is köszönjük Krajni Balogh Gábornak, gratulálunk. Egy tiszteletkört kérünk tőlük a győztes vezetésével. Úgy tűnik, hogy nem tartanak igényt a tiszteletkörre. A sztárfutam résztvevői köszönjük, sziasztok! És reméljük, hogy jövőre is itt lesztek majd velünk a Nemzeti Vágtán, és újra harcba szálltok. Most pedig, ha minden igaz, egy ügető bemutatóval folytatjuk a versenyt, a szó Krebs András.
Valóban egy nagyon érdekes program rész, programelem következik itt a Nemzeti Vágtán. Az elmúlt 15 évben, és most már nyugodtan mondhatom, lassan az elmúlt 16 évben arról is szólt a Nemzeti Vágta, hogy mindig igyekezett megújulni, mindig